Sziasztok! Hamarosan érkezünk a nanovíz tisztítónk második generációjával, melyet már 3 éve fejlesztünk, és a múlt évben rengeteg új beruházást tettünk a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával. Gyertek, megmutatom nektek, hogy milyen újdonságaink lesznek és várhatóak a jövő évtől. Múlt évben 4 új fröccsöntőgépet üzemeltünk be, 60, 90, 120 és 160 tonnás méretekkel. Ez a 160 tonnás verzió, ezzel a 4 géppel a legtöbb műanyag alkatrészünket gyakorlatilag lefedjük gyártásban. Meg is mutatok gyorsan egy gyártást, hogy hogyan néz ki ez a valóságban. A gyártás első felében a műanyag granulátumot a gép felszivattyúzza egy szárítórendszerbe. Teljesen zárt szárításról van szó, ez gyakorlatilag azért érdekes, mert a most gyártott PET előformáknak kristálytisztának kell lenniük, ezzel tudjuk megoldani azt, hogy áttetsző legyen a palac. Egy zárt rendszeren, egy zárt csővezetéken keresztül a gép garatjához juttatja a berendezés a granulátumot, ami utána a gépen belül egy csiga rendszerben felmelegítésre kerül, és a nagyjából 300 fokos granulátumot, már műanyag olvadékot bele injektálja a szerszámba. És el is készült a kristálytiszta PET előforma, amit a következő lépésben mindjárt megmutatok, hogy hogyan fogunk kifújni. Már itt is vagyunk a PET palack fújógépünk mellett, ahol az előbb legyártott előformákat erre a szállítószalagra helyezzük. Ebbe 140 fokos előfűtést kapnak a formák, ezután a már megfűtött formákat belehelyezzük a PET palack fújógépünkbe. Az előformák ezután 30 bar nyomást kapnak, és a végső alakjukra formálódnak. Itt látható a kész termék. A különlegessége az, hogy 2 menettel rendelkezik. Ezt még nem árulom el, hogy az alsó menet mire szolgál, de hamarosan egy új szóda készítő gépünkbe fogjátok viszont látni. Mostantól képesek vagyunk szinte bármilyen esztergált alkatrészt előállítani. Reduktorok, szelepek, csatlakozók fognak elkészülni majd ezen az ellenorsós automata CNC esztergogépen, és a gép úgy lett konfigurálva, hogy minél kevesebb emberi beavatkozással tudjon gyártani, és erre a külső szállítószalagra már a kész alkatrészeket tudja kiadagolni. Bővültünk egy másik különleges géppel is, Hot Plate Welding, azaz a Google szerint főzőlaphegesztőgép. Valószínűleg még nincsen magyar neve. Ez a gép arra szolgál, hogy műanyag alkatrészeket lehet vele összehegeszteni. Olyasmi, mint egy ultrahangos hegesztő, csak itt sokkal komplexebb és nagyobb alkatrészeket is meg tudunk hegeszteni. Ezen a gépen egy általunk újonnan kifejlesztett technológiát fogunk gyártani, egy integrált vízkört. Azért hívjuk így, mert olyasmi, mint egy integrált áramkör, csak víz folyik benne, és különböző alkatrészeket lehet a panelre ültetni, szelepeket, átfolyásmérő szenzort vagy egyéb kiegészítő alkatrészeket, és így a panelek egy komplex rendszert hoznak létre, amiket az új termékeinkben fogtok viszont látni. Ez az új, egyedi technológiánk hamarosan minden termékünkbe debütálni fog, ezzel azok integráltabbak és olcsóbbak lehetnek.